estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, most következő aktuális kérdések című heti magazin műsorunkban dr. Nagy Molnár Miklóssal, a Győr István Nagykun Múzeum igazgatójával a múzeum idei terveiről beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Nagy Molnár Miklós, a Győr István Nagykun Múzeum igazgatója. Szeretettel köszöntöm stúdiumban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen én is a meghívást, és én is mindenkit köszöntök. Átléptünk ugye a 2017-es esztendőbe, már február közepe van, és azért hívtuk meg egy stúdióbeszélgetésre, hogy beszéljünk egy picit a tavalyi év eseményeiről, eredményeiről, a múzeum szemszögéből, illetve az idei tervekről, arról, hogy milyen kiállításokat fognak megvalósítani, beruházásokat, pályázatokat. Talán kezdjük a tavalyi esztendővel, hogyan értékeli a 2016-os évet, milyen eseményeket, eredményeket emelnek ki belőle. Igen, a tavalyi év az viszonylag sikeres, bár minden évben ezt szoktuk mondani, hogy viszonylag sikeres az évünk. Hát a körülményekhez képest ugye minden sikeres. Tudtunk azért egy kis fejlődést, egy kis előrelépést tavaly is produkálni, hiszen a Jókai úti tájházban megtörtént az a felújítás, ami nagyon szükséges volt, mert nem látványosnak nem látványos, de például ugye a villanyvezetéket, ahogy le kellett cserélnünk, mert hogy végül is egy 1982-ben, 84-ben pontosabban megcsinált épületben az akkori szabványoknak megfelelő vezetékelési rendszer volt, és egy nádtetős házban nem biztos, hogy már az még kiállja a próbát, illetve hát akik látták a tájházunkat, azok tudják, hogy a hátsó szobában már bizony elkorhatta a padló, tehát azt újra ki kellett cserélni. Tehát már egy felújítás zajlott a tájházunkban, ez volt az egyik legfontosabb, amit még ugye másik évről, tehát a korábbi évről áthúzódóan meg kellett csinálnunk. Aztán a múzeum működött továbbra is, múlt évben ugyanúgy, ahogy szokott. Személyzeti gondjaink voltak, de ezek megoldódtak, tehát most mit lehet erről tudnunk? Volt olyan kollégánk, aki önként távozott az intézményből, helyette felvettünk mást. Volt olyan kollégánk, aki jött a múzeumba, és hát a szerelem győzött és eltávozott, aminek gratulálunk hozzá, de hát ugye nekünk meg kellett oldani a feladatot. Tehát ilyen kellemes problémák is voltak ebben, viszont azóta már éppen most ebben az évben újra helyre tudtunk állni. Tehát most teljes a létszám. Most teljes a létszám. Most teljes létszámmal fogunk ebben az évben már dolgozni, tehát van egy történész kollégánk, ugye én néprajzos vagyok, van egy történész kollégánk, van egy múzeumpedagógus kollégánk, és mostantól, tegnaptól pedig van egy művelődésszervező kollégánk, mert ugye a korábbi művelődésszervezőnk pedig nyugdíjba távozott. Tehát tulajdonképpen most helyreállt a rend, tehát elvileg fogunk tudni rendesen működni, ahogy ezt szeretnénk. A tavalyi évben, tehát ez volt a fizikális fejlesztés, ami a legfontosabb, ugye a tájház. Ugyanúgy látogatható volt, bár ugye közmunkásokkal tudtuk csak megoldani a látogathatóságot, tehát ott a tájházban előzetes bejelentés. Milyen objektumok tartoznak a múzeumhoz? Igen, hát hozzánk tartozik a tájház, a Fazekas ház, az Erkel Ferenc utcán, a tájház ugye a Jókai Ferenc és a Petőfi utca sarkán. Az Erkel Ferenc utcában ugye ott van a Fazekas ház, és hát a Szélmalom, ami hozzánk tartozik. A múzeumon kívül, illetve még a patika gyűjtemény és a múzeum fennhatósága alatt
van, illetve a Kövesdarálót is szakmailag felügyeljük. Ugye ott Klárika néni állandó éjjel-nappali őrzést biztosít a patika gyűjteménybe, és várja a látogatókat nagy szeretettel. A Szélmalom az a következő fejlesztés, ami elindult, a tervezés megtörtént tavaly, hiszen 2013-ban, ha jól emlékszem, akkor vitt el március 15-én a vitorláit a Szél a Malomnak, és azóta kerestük a lehetőségeket. És végre adódott egy lehetőség, erről számoljon be nekünk. Van, úgy tűnik, hogy a városi önkormányzat sikerült most egy olyan pályázatot találni, mert ugye azt sem mindig írják ki, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Szélmalom vitorláinak a felújítására, és akkor már egy kicsit a Szélmalom felújítására is költenénk, nem csak a vitorlára, hanem a belső térre is egy kicsit. Annál is inkább, mert ugye most még nem okoz nagy gondot, de volt egy statikai vizsgálat, és bizony vannak bizonyos dolgok, amelyek ugye azt mutatják, hogy hozzá kell nyúlnunk az épülethez, hiszen nem szeretnénk úgy járni, mint a turkevei Szélmalom, hogy egy hatalmas vihar következtében ugye ez is elmenjen, hiszen már a nagykunságban alig van szélmalom ezen kívül, tulajdonképpen már csak a kunhegyesi szélmalom látható, ugye a turkevei az tavaly omlott össze, és ezért fontos feladat, hogy a miénket megőrizzük. Tehát ennek a tervezése lezajlott tavaly, ha minden igaz, akkor, és ha nyertes lesz a pályázat, akkor ebben az évben talán sikerül visszaállítani a vitorlákat, illetve vadonatúj vitorlákat fog kapni a Szélmalom, és azért is fontos, mert azért az egyik leglátogatottabb intézmény a múzeum mellett a városban, hiszen tényleg úgy van, hogy Szélmalmot manapság nem sok helyen lehet, hiszen az Alföldön is Kiskunfélegyházán van a múzeumban Szélmalom, Békés Csabán a Gabona múzeumban lehet látni Szélmalmot, illetve még a megyében ugye említettem Kunhegyest, hogy ott lehet látni Szélmalmot, illetve Bagi Majornál lehet még látni egy kisebb, de mindenütt kisebb szélmalmok vannak, tehát ilyen méretű szélmalom az Alföldön nem sok van. Tehát tulajdonképpen ugye ez a következő, ami már ugye átvezet erre az évre is programként. Tavaly több fontos és jó kiállításunk volt, illetve zajlott egy pályázatunk, az Eleink Élete című pályázat, amelynek két fordulója zajlott le. Ugye az első forduló a család, Eleink Élete a család, a második forduló az Eleink Élete a munka. Ennek a pályázatnak keretén belül fotókat, archív fotókat vártunk, és kaptunk is, tehát több száz fotó érkezett a múzeumba, amelyet digitalizáltunk, és az adattárunkban elhelyeztük. Volt olyan fotó, amelyet a tulajdonosa felajánlott a múzeumba, tehát nem föltétlenül kért vissza, azt megőriztük természetesen, és amelyik többieket pedig ugye a digitalizált, archivált változatban őrizzük meg. A két pályázat eredményeként novemberben, illetve december elején nyitottunk egy kiállítást, egy válogatást, mi hiszen kicsi a hely, a kiállítótermünk elég kicsi, és ott tudtuk bemutatni ezt az anyagot, ami még most is látható. Lesz folytatás is, ha jól tudom. Igen, ebben az évben már a Hírmondóban, a karcagi Hírmondóban olvashatták is a kedves lakosok, hogy kiírtuk a következő fordulót, és pedig a szórakozás a téma, hiszen ez az a téma, amikor általában sokan fényképeztek annak idején, és most már a 60-as évek szórakozása is ugye számunkra, illetve nem csak számunkra, nekem még ugye átélt történelem, de más embernek már csak történelem, a mai fiataloknak ugye csak egy olyan regényes valami, hogy mi történt a 60-as években, és ez egy fontos korszak volt. És ebben a témában várjuk a fotókat, illetve majd ebből lesz kiállításunk ugyanúgy évvégén, ebben az évben is. Meddig lehet pályázni a fotókkal? A pontos dátumot most megmondom, és március végéig talán
március végéig lehet pályázni, de tavaly is meghosszabbítottuk, tehát ez ne tartson senkit távol, hogyha valakinek véletlenül májusban kerül elő fotó, akkor nyugodtan hozhatja a múzeumba, hiszen decemberbe tervezzük a kiállítást. Tehát, hogyha nyáron jön elő, akkor sincs még veszve semmi. Vannak már érdeklődők, tehát már tudok róla, hogy hoznak jó pár fotót ebből az időszakból, a majálisokról például, régi majálisokról és a birkapörköltekről, amit majáliskor főztek. Úgyhogy ez már egy érdekes kiállításnak ígérkezik megint. És hát ebben az évben ugye folytatódunk tovább a fejlesztési tervünk, hiszen tavaly nyertünk múzeumpedagógiára, vagy múzeumpedagógiai foglalkozások szervezésére egy pályázaton 2,5 millió forintot, tehát ennek megfelelően kisebb beruházásokat tudunk végrehajtani, és múzeumpedagógiai programcsomagokat tudunk összeállítani, amelyek már nagy részt össze vannak állítva, csak most folyik a finomítása, a finom hangolása ezeknek a programoknak, amit majd fölteszünk a honlapunkra is, tehát a honlapon elérhető lesz, hogy milyen programokat ajánlunk az iskoláknak, óvodáknak, a különböző korosztály tagjainak. Illetve van még egy másik tervünk, szeretnénk folytatni a Fazekasház, az Erkel Ferenc utcai Fazekasháznak a felújítását. Ott a kiállítótér megújult, ugye jó pár évvel ezelőtt, és most a hátsó részét, a hátsó traktust szeretnénk megújítani, hogy ne csak egy romos épület legyen, ami nem látogatható. Ebben a részben szintén az a pályázat, amelynek során a szélmalom is felújítódik, abba a pályázatban szerepel, hogy maga az épület is ebből felújítódik, és a belső berendezésére már rendelkezésünkre áll egy összeg, amivel egy fazekas műhelyt tudunk berendezni. Tehát most már fazekas műhely is rendelkezésre fog állni. Ez lehet te, hogy interaktív lesz, tehát lesz-e olyan esetleg, hogy valaki majd ott fog benne dolgozni, működni, hogy a látogatók lássák, vagy csoportok, diákok, hogy hogyan is működött egy ilyen fazekas műhely. Igen, természetesen nem passzív, látogatható ható műhelyre gondoltunk, hanem csak olyanra, hogy ott lesz egy fazekas, aki bemutató foglalkozásokat tart, illetve gyerekeknek foglalkozásokat tart. Most éppen már azt tervezzük, azt szervezzük, hogy ki legyen majd az a fazekas, hiszen most már előre kell lépnünk, ugyan még nincs műhely, de ugye tudjuk, hogy fazekasaink Karcagon nem túl sok számban állnak rendelkezésre, tehát kevés fazekasunk van már, más korábban ugye jóval több, és ismert fazekasunk, országszerte ismert fazekasunk volt. Sajnos ugye Szabó Mihály és Besz Nagy István már elhunytak, és hát próbálunk szervezni valakit, aki az alapoktól kezdve meg tudja mutatni, meg tudja tanítani a szakma kezdetét, hogy majd utána esetleg hát, ha valaki fazekassá válik. Erre az évre milyen kiállítási tervek szerepelnek a munkatervben? Körülbelül hány kiállítást terveznek, milyen jellegűeket, kikre gondolnak, amikor összeállítják ezeket a programokat? Az idei tervünkben most az első kiállításunk Torok Sándor kiállítása lesz, emlékkiállítása. Torok Sándor Ómoravicán született, tehát a karcagi testvér településen, Vajdaságban született, és tavaly lett volna 70 éves. Tavaly szerettük volna, hogy tavaly kellett volna megrendeznünk, de az ő emlékére egy új anyagot állítottunk össze, hiszen nem régen volt ugyan Torok Sándor kiállítás a múzeumban, de ez egy új, még eddig nem látott anyag. Ezt március elején tervezzük bemutatni.
Terveink szerint ez a kiállítás, ezt a kiállítást Balázs Dénes kiállítás, emlékkiállítás zárja. Balázs Dénes az Érdi Földrajzi Múzeumnak a megalapítója, és mint ilyen 3 évvel ezelőtt, mikor György István bekerült a legkiválóbb magyarok sorába, akkor került be Balázs Dénes is, mint a Földrajzi Múzeum alapítója. És azt a kiállítást majd a májusban egy olyan kiállítás váltja, ami a Kovács Mihály napokhoz kapcsolódik szervesen. Még most tárgyalunk ez ügyben a Kovács Mihály baráti társasággal, hogy milyen kiállítás is legyen. A Birkafőző Fesztivál alkalmával, illetve abban az időben terveink szerint egy tavaly megjelent Kiskunfélegyházán Nagy Czirok Lászlónak a könyve a Lótartás a Kiskunságban címmel, és ennek a könyvnek az újra megjelentetése alkalmából készült egy kiállítás is. És ez a kiállítás most el tud jönni Karcagra, tehát a Lótartás a Kiskunságban című kiállítás várható, ami egész nyáron majd látogatható lesz. Aztán tervezünk még egy olyan kiállítást, ugye, amit tavaly is terveztünk ugyan, majd, de most idén talán megtudjuk, hiszen ma már nem lesz évforduló, vagy idén már nem lesz évforduló, de azért nem árt emlékeznünk. A Magyarország szovjetizálása címmel egy ilyen kiállításunk lesz, aztán ugye az Eleink élete című kiállításunk lesz, és hát egy vidéki kiállítás, ami nagyon fontos számunkra, és nagyon, szerintem nagyon hasznos és nagyon érdekes is lesz. Esztergomban tervezünk kiállítást, aminek már most konkrétan tudjuk az időpontját. Augusztus 12-én szombaton fog megnyílni a Dzsámi Múzeumban. Ez a Dzsámi Múzeum egy nem olyan régen múzeum és kávéházként megnyitott helyiség. Ez rögtön ott van a Dunaparton, kiváló helyen az esztergomi vár alatt, illetve a bazilika alatt. És hát ugye tudjuk, hogy Esztergom augusztusban az a hely, ahová augusztus 20-ára nagyon sokan elzarándokolnak, és oda tervezünk egy kiállítást még hozzá, Kántor Sándor és tanítványai kiállítását, fazakas kiállítást tervezünk, ami ugye látványos, szép, fölhívja Karcagra a figyelmet, úgyhogy, és pont az idegenforgalmi szezon kellős közepén, illetve ott akkor van a csúcs, ennek köszönhetően ott, hát hogyha jobban tudjuk ott is reklámozni Karcagot. És hát ugye, hogy kerültünk oda, adódik a természetes kérdés, úgyhogy a Dzsámi Múzeum vezetője, karcagi születésű, annak idején ugye itt született, Cinege Erzsébetről van szó, és oda ment férjhez, tehát karcagiak mindenütt találhatók az országban. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk igazgató úr, és sikeres kiállításokat, jó munkát kívánunk erre az évre is önöknek. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Köszöntöm nézőinket, a karcagi katasztrófa vélelmi kirendeltségen vagyunk, és Rózsa Völgyi Ildikó önnagyasszonnyal beszélgetünk arról, hogy hamarosan kezdődik egy konferencia, egy szakmai nap, mi is ez pontosan? Így van, ma kezdődik az erdőtüzek és vegetációtüzek megelőzésével kapcsolatos szakmai nap. Erre meghívtuk a környező gazdálkodókat, erdőgazdálkodókat, környező hivatalokat, és most várjuk őket, hogy megjelenjenek, és hogy elmondjuk nekik az aktuális híreket, jogszabályokat. Bár még tél van, de hamarosan jön a tavasz, és ilyenkor sokszor előfordul, hogy a varégetéssel pont a gazdálkodók okoznak tüzet. Gondolom, erről is szó lesz. Így van, fontosnak tartjuk a prevenciót, illetve a megelőzést. És ezzel kapcsolatban szeretnénk most beszélgetni arról, hogy mik a feladatok, kérdésekre szeretnénk választ adni, illetve hogyha van olyan kérdés, amire most jelen pillanatban nem tudunk válaszolni, annak mindenképpen utána fogunk nézni, és fogjuk értesíteni a kérdezőt.
és hát gondolom a jogszabályokról is minden olyan dologgal, ami ehhez kapcsolatos tájékoztatják a megjelenteket. Természetesen jogszabályokról, statisztikákról szeretnénk nekik előadást tartani, hogy lássanak ők is egy egybeálló képet, hogy most mi a helyzet jelen pillanatban ezen a téren. Hasznos tanácskozást kívánok akkor önöknek, és reméljük, hogy kevesebb erdőtűz lesz majd a szezonban. Úgy legyen, köszönjük szépen! Kedves versenyzők, felkészítők, testnevelők, kedves szülők, érdeklődők! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Diáksport Szövetség Játékos Munkabizottsága nevében, valamint a Jászmikus Szolnok megyei Diák és Szabadidősport Egyesület és a rendező Karcagváros Önkormányzata nevében is. Jó versenyzést kívánok mindenkinek, és hát a szülőknek pedig egy nagyon szép szurkolást. Megkérek mindenkit, hogy sportszerűen úgy hajtsa végre a feladatot, egyrészt ahogy a nagykönyvben le van írva, másrészt pedig az, hogy minél jobb helyezéseket érjenek el a versenyzőknek. Jó versenyt, jó szurkolást kívánok mindenkinek! Köszöntöm nézőinket a sportcsarnokban, mögöttünk javában zajlik egy nagyon izgalmas verseny, hogy mi is ez pontosan, arról Veres Pállal, a Megyei Diáksport és Szabadidős Egyesület elnökével beszélgetünk. Épp az előbb kérdeztem, hogy mióta is van ez a sorverseny, de nem is tudjuk meghatározni, hogy hány évtizede. Tulajdonképpen ez a játék megítélésem szerint, vagy emlékeim szerint 1987 a Magyar Diáksport Szövetség megalakulása óta zajlik. A kezdeti évek, mint ahogy itt beszélgettünk, szép karcagi sikereket hoztak, most pedig az országos elődöntőn 4 megye résztvételével a játékos sportverseny diákolimpia országos elődöntője zajlik. Itt a megyei bajnokok és megyei másodikok vesznek részt. Aki itt ma győztes lesz, az az egri országos döntőbe kerül, aki második, az pedig még egy pótselejtezőn vívhatja ki az országos döntőn való szereplést. Megyénket mely iskola képviseli? Megyénkből a Jászberényi Nagyboldogasszony két tanítási nyelvű katolikus általános iskola, mint megyei bajnok jutott be. A megyei második helyezett Kodály Szolnokról sajnos ma nem tudott eljönni, az influenza megtizedelte a gyerekeket, nem tudtak kiállni. Reméljük, hogy jövőre akkor majd ők is itt lesznek, és ugyan eredményesek lesznek, hiszen azért ők minden évben itt vannak. Itt a feladatokat azt megkapják előre a csapatok, ha jól emlékszem, 30, nem vagyok biztos, majd ön elmondja, abból itt a helyszínen dől el, hogy melyek azok, amelyek a döntőben szerepelnek. A mai országos elődöntő 10 játékát, amit kisorsoltunk, 20 feladatot adtunk meg előle. Tehát tulajdonképpen 20-ból kellett készülni, és mai 10-ből kell bizonyítani, hogy ki a legjobb, illetve hát ki az, aki jól megtanulta, kevésbé jól megtanulta a játékot. Itt azért század másodpercegen is múlnak helyezések, tehát itt nagyon küzdenek a gyerekek, és látszik, hogy nagyon lelkesek és nagyon begyakoroltak. Ez akkor gondolom, hogy tanév elejétől a csapatokat összeállítják az iskolák, és folyamatosan megy a felkészülés. Igen, ez egy hosszabb munka. 2-3 év is kell, mire beérik a csapat, de akik most itt vannak, ezek elkezdték szeptemberben a munkát. A megkapott 20 feladatot éjjel-nappal gyakorolják, és én úgy gondolom, hogy mind a testnevelőknek, mind a gyerekeknek egy kitűnő felkészítő, felkészülő munka egyéb sportágakra. Ez a játékos sportverseny átmozgat mindent, megtanít gyorsaság, erő, állóképesség, úgyhogy minden sportágnak az alapja. Én nagyon, nagyon szeretem, és a gyerekek is imádják. Hát a másik dolog, hogy az úszáson kívül, úszáson meg a tornán kívül nem is nagyon van nekik más lehetőség, tehát itt kell bizonyítani. És itt elkezdődött egy újabb forduló, hogy nem is halljuk a szurkolóktól egymást. Én azt kívánom, hogy legyen még sok hasonló rendezvény. Köszönjük szépen! A szurkoló mindig a csapat utolsó embere, illetve plusz egy embere. Hát én most nem hallok semmit, ennek nagyon örülök, nagy a biztatás, és hát a gyerekek pedig a tizedekért, századokért, centiméterekért
küzdenek most is. Köszönjük szépen! Szepesi Tiborral arról beszélgetünk, hogy mikor lesz újból karcagi csapat. Folyamatosan zajlanak a felkészülések, a Kiskulcsosi Általános Iskolában, illetve tagintézményben kezdődtek el a sorverseny edzései, folyamatosan tartják, nagyon lelkesek a diákok. Egyelőre még úgy ítélték meg a felkészítők, hogy ebben az évben nem kapcsolódnak be, hiszen ahogyan itt a hátam mögött is zajlik, nagyon komoly előkészületek, odafigyelés kell ahhoz, hogy valaki eljusson erre a szintre. Nem biztos, hogy meg kell mérkőzni már ilyen alaposan felkészített csapatokkal, de ahogy beszélgettünk, jövőre mindenképpen biztos vagyok abban, hogy lesz karcagi csapat, legalább a megyei döntőig, és hát onnan pedig csak reménykedhetünk, hogy tovább jutnak. Reméljük, hogy így lesz, hiszen azért Veres Pál is elmondta, hogy 25 évvel ezelőtt azért nagyon jeles rendezvények helyszíne volt a sportcsarnok, hiszen helyi csapatoknak is szurkoltunk. Igen, a helyszín maradt, a szurkolás maradt, az izgalmas mérkőzések maradtak, sajnos egy karcagi csapat az utóbbi években nem volt, ezért is beszéltük, azt folyamatosan szerettük volna, hogyha elkezdődnek, és hát egyelőre úgy néz ki, hogy lesz a játékos sorversenynek is jövője. Én azért bízom abban, hogy másik iskolák is be fognak ebbe kapcsolódni, hiszen valamikor 3-4 karcagi iskola óriási városi döntőt játszott azért, hogy egyáltalán a megyei bajnokságra ki fogja képviselni a várost, aztán persze az országos elődöntőn, az országos döntőn, és annak is a dobogójára jutottak el karcagi fiatalok. Én bízom benne, hogy így lesz. Reméljük, így lesz, és akkor szurkoljunk addig is, hogy összeálljon jövőre a csapat a versenyre. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Köszöntöm nézőnket, a Kovács Mihály tagintézményben vagyunk, és Kovácsné Kerekes Katalinnal beszélgetünk, hiszen egy nagyon látványos varázsláson vannak túl az életet az éveknek klub tagjai. Honnan jött az ötlet, hogy a nyugdíjas klub ellátogasson az iskola fizika köréhez? A Facebookon láttam a beszámolót a fizikakör működéséről, hiszen a tehetségpontban működő eseményekről beszámolnak, fényképes beszámolókat láthatunk. Lévainé Kovács Róza intézményvezető helyettes dokumentálja a programot, és ott láttam meg, és ott gondoltam rá, hogy meghívjuk őket egy klubfoglalkozásra. Beszélgettünk Rózsikával, és Rózsika azt mondta, hogy ha lehetne, akkor inkább mi jöjjünk, mert a sok kísérleti eszközzel kipakolni egy kicsit nehezebb, és amikor az éves munkatervet terveztük a klubbal, akkor felvetettem a tagságnak, hogy lenne kedvük egy ilyen foglalkozáson részt venni, és többen azt mondták, tehát a döntő többség azt mondta, hogy igen, és szívesen jöttünk, és nagyon köszönjük a meghívást. Igen, és azért hallhattuk a kérdésekre, nagyon sokan jól válaszoltak a gyerekeknek, tehát azt gondolom, hogy itt sokan felelevenítették a régi élményeiket. Így van minden bizonnyal, hiszen igaz, hogy nem egy időben, mert akár évtizedek is elteltek az általános iskolás évek óta, de ez a régi tanárokat dicséri, hogy milyen remekül megtanítottak egy-egy tananyagrészt a régi diákoknak. Reméljük, hogy a mai diákokban is mondjuk 50 év múlva ugyanígy megmaradnak ezek a dolgok. Én akkor azt kívánom, hogy sok hasonló élményben legyen még része a klub tagjainak. Köszönöm szépen, örülünk, hogy itt lehettünk, a fizikakör működéséhez pedig sok sikert kívánunk. Lévainé Kovács Rózával beszélgetünk arról, hogy a tehetségpont mikor is indult, hiszen már sok alkalommal voltunk itt, és látjuk, hogy vannak nagyon hűséges tagok, és vannak mindig új tagok. 2009-ben egy pályázat kapcsán indult a Kovács Tehetségpont, elsősorban természettudományos nevelési célzattal, tehát matematikai, logikai és természettudományos készségképesség fejlesztése volt az alapcélunk. Ősszel a kicsiknek, tehát az óvisoknak tartottak bemutatót, most pedig a szépkorúaknak. Azt gondolom, hogy a gyerekek számára is nagy élmény volt a nagyiknak bemutatózni. Nagy izgalommal készültünk. A gyerekek a kísérleteket maguk válogatták, maguk találták ki, hogy a korábbi kísérleteinkből melyek lesznek azok, amelyeket bemutatnak ezen a délutánon. És azt hiszem, hogy nagyon sok látványos kísérletet láttunk, és reméljük, hogy a gyerekek azért ezt nem próbálják ki otthon, akik most a képernyőn látják, hanem csak tényleg, ahogyan is elmondta, többször szülői felügyelet mellett.
Olyan kísérleteket válogattunk, amelyek egyszerű eszközökkel otthon is kipróbálhatók, de azért nagyon felhívom a figyelmét mindenkinek, minden gyereknek, hogy felügyelet nélkül ne próbálja. Valóban azért a tejafilter rakéta sem veszélytelen, ha felemelkedik. Én amikor minden kísérletet kipróbálok, és amikor otthon kísérleteztem vele, akkor bizony az enyém is a konyhaszekrény tetején landolt. Szerencsére van protekcióm a tűzoltóságon, de nem kellett igénybe venni a segítségét. Férjem segítsége nélkül is megoldottam, de nem veszélytelen. Mindig felhívom rá a figyelmét a gyerekeknek. Tehát azt gondolom, hogy sokakat meglepett ez a kéz meggyújtós kísérlet, ez viszont tényleg csak felnőttek mellett, és tényleg ne kísérletezzen senki. Igen, mert ha a fortélyokat nem megfelelően alkalmazza, akkor komoly sérülés lehet belőle. De azt gondolom, hogy a Kovács fizika körbe viszont eljöhet megtanulni, hogy hogyan is kell szabályosan. Természetesen szívesen látunk bárkit a bemutatóinkon, vagy ha valaki azzal a kéréssel jön, hogy tanítsuk meg neki valamely kísérletet, természetesen. Biztos vagyok benne, hogy a gyerekek kifejezetten élveznék, hogy egy ilyen kérésnek eleget tegyenek. Reméljük így lesz. Köszönjük szépen. Én is köszönöm, hogy itt voltál. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, szeretettel köszöntök mindenkit a karcagi vadászbálon. Örülök annak, hogy ilyen jelentős számban vagyunk együtt, és bízom benne, hogy tényleg egy nagyon kellemes élménnyel leszünk gazdagabbak. A legfontosabb alapfeltételek adottak, különösen ami a háttérben meghúzódik a Vadász Egyesület, hiszen Karcagon jól tudjuk, hogy az ország egyik legnagyobb, leginkább szabályokat követő, legkiegyensúlyozottabban működő vadásztársasága van, hosszú évtizedek, sőt több mint egy évszázad óta. Szerintem ez egy olyan érték, amelyre büszkék lehetünk, és amely jó alap a jövőre nézve is. És az, hogy ez a vadásztársaság működni tudjon, most 20 évre biztosította a jövő, hiszen a vadászati jogot sikerült elnyerni, így a FM által jóváhagyott keretek között most a vadgazdálkodás szinte egy fél emberöltőre, annak a keretei azok biztosítottak. Úgyhogy én már arra nem gondoltam, hogy a jogalkotási háttérről esetleg a törvényi és rendeleti szabályokról is tartsak egy kis rövid összegzést, inkább kellemes bálozást kívánok, jó hangulatot mindenkinek a mai estéhez. Köszönöm szépen. Ezen el a bát megnyitom. Köszöntöm nézőinket, Huba Imre Csabával, a Nagykun Vadásztársaság elnökével beszélgetünk. Épp azt számolgattuk először, hogy hanyadik is ez a bál, hanyadik ez a mai vadászbál. Hát ez a vadászbál a 47. Azelőtt valószínű, hogy a 45 előtti időszakban szintén voltak ilyen rendezvények, de még nem tártuk fel a helyi viszonyokat teljes létékben, tehát majd a helytörténeti dolgok folyamatban vannak, akkor majd erre is tudunk válaszolni. Azt gondolom, hogy a vadászbál azért is fontos az önök számára, hiszen jótékony céllal rendezik és takarmányra gyűjtenek. Igen, ennek több célja van. Az egyik célja az, hogy a vadásztársaság tagjai, családtagjai egy évben egyszer legalább találkozzanak. Igaz, hogy bevezettük a családi napot, ami nyáron van, aratási időszak előtt, a majáris időszaknak a második felében. Tehát gyakorlatilag így két alkalommal tud a vadásztársaság tagsága találkozni, de ez az alkalom arra is, hogy a vadászbarátainkat, vidéken élőket, azokat mindent meghívjuk erre a rendezvényre, és ugye a vadászbarátságot ápoljuk. Alkalom arra, hogy a vezetőinket meghívjuk erre a rendezvényre, hiszen számos segítséget kapunk tőlük a év folyamán, meg az évek során, és hát támaszkodunk egymás munkájára. És így többszörös ez a dolog, és a legpraktikusabb megoldásként szerepel ugye az a jótékonysági része, ami ahol is a összegyűlt pénzösszegeket, azokat a vad takarmányozására fordítjuk, azokra a takarmányféléknek a vásárlására, amit mi magunk nem tudunk előállítani, tápoknak, tehát az indítótápok, vásárnevelés, az őzbaknak a különleges tápanyagai szintén, ebből vásároljuk, tehát praktikusan összetartjuk a dolgainkat. Ebben a kemény télben azt gondolom, hogy minden fillére szüksége van a társaságnak, úgyhogy én azt kívánom, hogy legyen sikeres a mai bál. Hát igen, már több mint 10 vagon, tehát 100 tonna
takarmányt etettünk meg a vadakkal. Hát még gondolom, még lesz egy hideghullám, ami indokolja a takarmányozást, de ha már megenyhül az idő, akkor nyilvánvalóan már a természetes táplálékokat fogja a vad elfogyasztani, de ez a vadtakarmányozás még a kint hagyott vadtakarmányokat is jelenti, a kukoricaféléket, tehát ez tudatos, és a 180 hektár vadföldet arra a célra használjuk, hogy átmentsük a vadállományt ezeken a nehéz időszakokon. Akkor sok-sok bevételt kívánunk Önöknek! Jó, köszönjük szépen! Dr. Fazekas Sándor főnemes miniszter úrral beszélgettünk itt a vadászdálon arról, hogy milyen is ez a tél az állatok szempontjából. 30 év óta a leghidegebb telünk van, éppen most egy kicsit enyhébb az időjárás, de ez nem kell, hogy megtévesszen senkit se, hiszen még lehet hideg. Ez próbálja tesz embert, állatot, a vadállományt, a határba, a növényeket, mindenkit, de része a természetnek az időjárás, és hozzá kell ahhoz szokni, hogy a légkondicionálás és a különböző modern épületek világában bizony a környezet az változatlan, és ehhez kell alkalmazkodni. Itt hallottuk Kuba Imréjéktől, hogy jótékony célja van a mai bának, takarmányra gyűjtenek. Azt gondolom, hogy ez egy követendő példa lehet. Én nagyon örülök, hogy itt a vadászbában ilyen sokan vannak, és hogy mint ahogy mindig van egy célkitűzés is, hiszen a vadállomány, hogy egy okszerű vadgazdálkodás keretei között éljen, az fontos. Azért is, hogy szép trófeák, minőségi vadhús legyen, hogy a vadállomány megmaradjon, és hogy a gazdák számára tételt jelentő vadkár se legyen olyan nagy. Hiszen hogyha a vadak takarmányhoz jutnak, nehéz időben hozzájutnak ugye egy lennivalóhoz, akkor az nem terheli a határt, nem olyan nagy mértékű a növényi kultúrákban okozott kár, gyümölcsfákban például. De nyilvánvaló, hogy a vadgazdálkodásnak a része a vadállománynak a gyérítése, ritkítása is, és a karcagi vadásztársaság az elmúlt években, évtizedekben mindig mintaszerűen gazdálkodott. Az ország egyik legnagyobb létszámú és legnagyobb területen gazdálkodó egyesületéről van szó, amelyik tényleg a legmagasabb szintű közösségi élettel és jó összetartással rendelkezik. Már lassanként másfél száz éve. Egy olyan érték a városnak, amelyre azt hiszem valamennyien büszkék lehetünk. Köszönjük szépen! Köszönöm! Dégi Zoltánnal, NEFAG vezérigazgatójával beszélgettünk arról, hogy hogyan is érzi magát Karcagon, hiszen az erdő az az önvilága, de hogyan érzi magát Karcagon a vadászban, hiszen nem első alkalommal találkozunk már. Köszönöm szépen, hát mindig nagyon jól érzem magamat itt Karcagon, azzal, hogy most már közel 30 éve járok ide az apavári erdőkbe, úgyhogy nagyon sok barátom van, ismerősöm van, és ez a bál, ez mindig egy különleges esemény számomra is. A vadászat az mit jelent az ön számára? Vadászik, vagy csak inkább szereti nézni a vadakat? Vadászok, igen, vadászok én is, de ahogy Széchenyi Zsigmond mondta, több az erdőzúgás, mint a vadűzés. Erről talán leginkább a feleségemet kellene megkérdezni, hogy ő hogy vélekedik erről, hogy mennyit vadászok. Nagyon szeretek kimenni az erdőbe. És hát a természet az ön közege, a szakmájából adódóan is, de van-e esetleg kedvenc, mondjuk az apavári erdőt említette, van-e olyan kedvenc hely, ahova szívesen elmegy, vagy olyan vadat ejtett el, ami miatt az emlékezetes? Hát tulajdonképpen valamennyi vadászat egy különleges élményt nyújt, pláne amikor el tud ejteni az ember egy vadat, de ide kijönni a karcagi erdőbe egy szalonka húzása az is egy nagyon felemelő, talán az év kezdetet mindig a tavasz köszönteni ezzel egy szalonka húzással egy különleges élményt nyújt. Akkor én azt kívánom, hogy ez a tavasz is ezzel a különleges élménnyel kezdődjön önnek, és jó szórakozást a bálban. Nagyon szépen köszönöm. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úrral beszélgetünk itt a bálon arról, hogy milyen viszonya van a vadakhoz és a vadászokhoz. Csak jó élményeim vannak. Én magam nem vagyok vadász, de több olyan vadász eseményen vettem már részt, vagy több olyan vadász társágba hívtak meg vendégként, ahol nagyon jó hangulat volt és nagyon jó közösség. Ez a karcagi vadásztárság is egy ilyen, ahogy itt elhangzott a bevezetőbe a mai eseményen. 1875 óta működik ez a vadásztárság. Gondoljunk bele, szerintem Karcag egyik legrégebbi egyesülete, és ha most összekötjük ezt a tradíciót a báli hagyományokkal, akkor azt gondolom, hogy
teszünk valamit azért, hogy a hagyományokat meg tudjuk őrizni. Hagyományokra visszatérve, azért az asztal társasága is hagyományos, hiszen volt osztálytársak körében ül. Igen, van köztük vadász is, van, aki nem vadászik, de mi is megtaláljuk az alkalmat, hogy ilyenkor egy kicsit összejöjjünk egykori gimnazista társakkal. Hát hogy mondjam, az élet különfelé sodor bennünket, mindenki végzi a napi munkáját, és évente azért egy alkalmat keresünk arra, hogy a osztálytársak, ha nem is a teljes körével, de egy részével össze tudjunk találkozni. Bízunk benne, hogy hamarosan majd osztálytalálkozón is köszöntjük egymást. Mi nem árunk el titkot, hiszen már többször elmondtuk, hogy mi testvérosztály voltunk a gimnáziumban, tehát mi is azért úgy emlékszünk a közös osztály találkozókra. Azt gondolom, hogy a Galacsagi Gábor Áron gimnázium az ön életét is meghatározta. Hát természetesen én a karcagi éveimnek köszöntek mindent. Itt születtem, általános iskolát itt végeztem, Calvin 9-be. Itt tanultam a középiskolai évek alatt, úgyhogy azt kell mondanom, hogy egy nagyon jó nevelőintézet volt. Persze kellett hozzá a szülőknek a szigora, kellett hozzá az a közösség, amit a város egészen nyújt. De azóta is azt kell mondanom, hogy azoknak a tanároknak, akik bennünket tanítottak matematikából, más tantárgyakból, hát tényleg csak köszönettel tartozunk, hogy annak idején nyilván volt ez súrlódással, meg volt némi rosszallással, de utólag az ember átértékeli ezt, és azt mondja, hogy azok a tanárai, akik szigorúak voltak vele szembe, akik követeltek tőle, akik igényessé tették, azoknak köszönt a legtöbbet az életben. Akkor én azt kívánom, hogy mindig emlékezzen vissza az osztálytársaikra és ezekre a tanárokra, amelyek elindították önt ezen a szép és azért nem könnyű pályán. Hát így van, az osztálytalálkozókor találkozunk azért majdnem legtöbbjükkel. Mai napig is volt osztályfőnökömnek, Barát Mihálynének nagyon sokat köszönhetek, hiszen őneki azért elvárásai voltak a osztálytagjaival szembe. Baja Sándornénak örök hálával tartozom, hogy csapkodta az asztalt körülöttünk. Utólag az ember azt gondolja, hogy bizony azok az évek, hogyha akkor nehezebbnek is tűntek, hát tulajdonképpen könnyűek voltak, mert csak a tanulással kellett foglalkozni. Úgyhogy most egy kicsit ezt megünnepeljük az osztálytársakkal, kocintunk a tanáraink egészségére, és hát reméljük, hogy jövőre megint tudunk egymással majd találkozni. Így legyen, köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Domján Sándorral beszélgettünk arról, hogy miért is tartották fontosnak, hogy ezelőtt sok-sok évvel ezt a bárt olyan jótékony célra fordítsák, amiből az állatok is jól járnak. Hát ugye eleinknek is nagyon fontos feladata volt az, hogy a rájuk bízott vaddal gazdálkodjanak, azt gondozzák, abból szelektáljanak, hogy a lehető legjobb állomány legyen ezen a területén is az országnak. Ugye, mint már itt a bevezetőben elhangzott elnök úr részéről, 1874-ben alakult a jogelőd egyesületünk, helyi gazdálkodók alakították, és most is kétharmadban föltulajdonosok a tagjai a vadásztársaságunknak, egyben a város harmadik legnagyobb egyesülete. Nagyon jelentős költség és feladat a ránk bízott vadállomány takarmányozása, főleg ilyen teleken, és hát már nem tudom pontosan megmondani, de vadászválogat régebben is szerveztünk, de kb. 18 éve döntöttük azt el, hogy kifejezetten az a célja a vadászválnak, hogy a bevételét a ránk bízott vadállomány takarmányozására fordítsuk. Én azt gondolom, itt a környéken nincs másik ilyen vadásztársaság, aki ennyire odafigyelne erre. Hát én azért ilyet nem mondani, biztos a többiek is azért igyekeznek odafigyelni. Nekünk talán azért nagyobb a feladat, hiszen egyrészt a karcagi határ nagyon nagy, hiszen 36 ezer hektár, és ezen kvázi két vadászata jogosult osztozik, az egyik az a NEFAG, az ERT, mint az államképviseletében, viszont a nagy részén, egy bő 30 ezer hektáron a Nagykun vadásztársaság, akinek a tagjai karcag szülöttei, tehát ez nekünk erkölcsi kötelességünk is, hogy a ránk bízott vadállománnyal olyan szinten gazdálkodjunk, ami példaértékű. Itt azért most látjuk, hogy sokan családostól érkeztek, de a vadásztársaság tagjai között is elég sok fiatal van. Így van, erre mi mindig odafigyeltünk, tisztelve idős vadásztársainkat és tanulva tőlük, hogy legyenek fiatalok is. Hiszen hogyha a tudást, a hagyományt az ember nem adja át az élete során, akkor az elveszett.
Tehát mi erre odafigyelünk, hogy vannak nagyon idős, van 90 év fölötti vadásztársunk is, de ugyanakkor, ha jól emlékszem, a legfiatalabb vadásztársunk csupán 28 éves, és így van ez rendjén, hiszen mindenki a maga területén, a maga dinamikájával, a korához élően tud hozzájárulni a vadásztárság életéhez. Akkor én azt kívánom, hogy a következő 50 évben is, hiszen itt azért elhangzott, hogy a következő 20 évre már biztos a társaságnak a területe, tehát a vadak ellátása biztosított. Én 50 évet kívánok még önöknek minimum. Nagyon szépen köszönjük. Nekem már nem lesz ennyi, de remélem, hogy a fiataloknak igen. Köszönöm a jó kívánságokat, és örülünk annak is, mindent megtettünk annak érdekében, hogy a gazdálkodókkal együttműködve az újabb 20 éves ciklusra is milyen lehessen ez a terület. Ehhez jó munkát kívánunk, és ma meg sok bevételt a vadak érdekében. Köszönjük szépen! Én is köszönöm, és jó szórakozást kívánok mindenkinek! Más megyéből érkezett, Heves megyéből érkezett az Egerendő ZRT képviseletében Dudás Béla a vára. Mások a terepviszonyok, gondolom, azért ez a vadállományt is befolyásolja önöknél. Természetesen. Hát örömmel jöttem ide a bálba, hiszen most vagyok itt először, és valóban a Mátrából érkeztem ide, és az Egerendő ZRT-t képviselem. Hát nyilván ez a nagy változás számomra egy örömteli helyzet. Beszéljünk egy picit a vadállományról, hiszen itt hallottam, hogy az ő etetésükre gyűjtenek. Mennyire jellemző ez mondjuk önöknél, hogy ilyen jótékony bálokat szerveznek? Hát a magyar vadgazdálkodás sajátos helyzete, hogy a karcak környéki apró vadállomány és őzállomány az valóban komoly gondozásra szorul. Fönn nálunk a hegyvidéken egy picit más a helyzet. Ott igazából a vadállomány teleltetése, átteleltetése mellett azért hangsúlyos feladat a vadáltal okozott károknak a kezelése. Tehát ennek kapcsán ugye azt kell, hogy elmondjam, hogy teljesen más ugye a nagy vadgazdálkodás és az apró vadgazdálkodás. És hát a fajtákban is, hiszen itt vannak olyan fajok, amelyek önöknél nincsenek és fordítva. Önnek melyik a kedvenc vada? Hát ha lehet ilyet mondani, akkor a vaddisznó. A vaddisznó, bár most már az Alföldön is egyre több van belőle, és itt is már érzékeny károkat okoz. Hát emellett ugye a gímszarvas az, ami talán itt nem nagyon van, nálunk viszont jelentős, és ami mátrai sajátosság, az a muflon. Arra elsősorban a kapitális trófeák miatt vagyunk büszkék. És mondjuk van esetleg olyan története, ami emlékezetes marad valamiért, vagy a trófea miatt, vagy éppen egy vaddisznó, vagy van esetleg egy ilyen? Hát tulajdonképpen itt a bőség zavara van, hiszen több mint 20 éve a Mátrában vagyok, és hát, hogy így pörgetem az emlékeimet, akkor nagyon nehéz egyet kiragadni. Hát talán itt a vaddisznó túl közeli kapcsolata az, ami számomra meghatározó volt. Tehát kettő volt olyan az életemben, hogy egy-egy vaddisznó kossza felén fordult, és úgy döntötte, hogy megtámad engem. Bár az hála Istennek csak egy ijesztés volt, és így elmaradt a fizikai atrocitás, de számomra mély benyomást tett természetesen. Hát akkor ezen a mai estén azért ennél sokkal szebb élményeket kívánunk önnek. Érezze jól magát Karcagon. Nagyon szépen köszönöm. Kovács Szilvia, a polgármester asszonya, beszélgettünk arról először is, hogy volt-e már vadászaton, tehát van-e már ilyen élménye? Ez érdekes, mert vadásználom már nagyon sokszor voltam, de vadászaton még egyetlen egyszer sem volt szerencsém részt venni. Biztosan nagyon izgalmas, és megvan ennek a hangulata, és nyilván a miértje is. Azon túl, hogy azért mi szeretjük, kívülállók a vadat, és sajnáljuk is, de nyilván ez a tudatos és tervszerű vadgazdálkodásnak a része is hozzátartozik, hiszen az egyensúlyt fönn kell tartani, és a vadászok azért nem csak vadásszák a vadakat, hanem bizony gondoskodnak róluk, és nagyon nagy szerepe van, főleg ilyen nehéz télben annak, hogy vadásztársaságok jól működnek, gondoskodnak az állatokról, és azt az egyensúlyt, amire nagyon nagy szükségünk van, az ő munkájuk révén sikerül fenntartani. És hát reméljük, hogy a mai bál is hozzájárul ehhez a fenntartáshoz, hiszen itt elhangzott, hogy a takarmányra gyűjtenek. Így van, nagyon fontos, hiszen a másik oldalon pedig a kertészkedők és a mezőgazdasággal foglalkozó emberek nagyon sokszor panaszkodnak arra, hogy nagyon nagy a vadkár. Én úgy gondolom, hogy nagy a felelősségünk abban, hogy a vadak ne
okozzanak kárt, hanem gondoskodjunk róluk, és segítsük őket, ne kelljen nekik úgymond garázdálkodni a földeken, hanem találják meg ők is az élelmet, amikor a nehezebb idők vannak, és akkor is legyen mit tenniük, és ne éhezzenek, hanem tényleg egy jó állapotú, jó karban lévő vadjaink legyenek. Nagyon nagy öröm, amikor az ember előtt átszajd egy róka, egyrészt nem üti el, másrészt látja, hogy nagyon szép a bundája, egészséges, és nem egy lepusztult állatról van szó. Én úgy gondolom, hogy ez is a vadgazdálkodásnak az érdeme, hiszen régen nem ilyen élményekben volt részünk, és bizony a veszettség elég sok problémát okozott szerte az országban. Ez is egy eredménye a vadászainknak, és én bízom abban, hogy ez a mai bál tényleg hozzájárul, és jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy nem lesznek anyagi gondjaik, és tudnak bőségesen gazdálkodni és etetni a vadakat. Reméljük, így lesz. Jó szórakozást kívánunk önnek. Köszönöm szépen, reméljük, hogy az lesz. Biztosan az lesz. Dr. Pataki Mihály tanárúrral beszélgettünk arról, hogy milyen is az ön viszonya a vadakhoz, hiszen a vadásztársaság tagjaival, a kamara képviselővel azért sok-sok mindent együtt végeznek, de a vadászattal milyen a viszonya? Én a vadászatot egy olyan kulturális kikapcsolódási szórakozásnak tekintem, ami az ember életében, az én életemben nagyon fontos időtöltés. Tudod, amikor gimnáziumi tanár voltam, biológia földrajz szakon végeztem, és mint biológus tanárként is tudom mondani, hogy a vadakkal való foglalkozás, a vadászat, az egy nagyon-nagyon szép dolog, és elhatároztam akkor, egyetemista koromban, hogy ha lesz lehetőségű módom, akkor vadászattal fogok foglalkozni, és vadászni fogok. Van-e kedvenc vada? Igen, azt gondolom, hogy tudok sorolni 2-3 azok közül. Elsősorban az apró vadakat kedvelem, mint a nyúl, a fácám, vagy a vadkacsa. Az alföld szívében itt, ezen a térségben tulajdonképpen ereje van nagyobb lehetőség. Jók a nagyvad lehetőségek is, de arra talán itt Jász-Nagykun-Szolnok megyébe, vagy Karszak térségbe, az őszkivételi, vagy vaddisztó kivételébe nincs túl sok lehetőség. De kedvelem az apró vadakat nagyon. És mondjuk a belőlük készített ételek közül mi a kedvenc? Az ételek közül azt gondolom, hogy nagyon finom az a szarvaspörkölt, de talán a levesekkel illik kezdeni, a fácán húsleves, az nagyon-nagyon-nagyon finom. A vadkacát is egészben megsütve kedvelem. Összességében azt gondolom, hogy jók a jól elkészített vadételek. Hát én azt kívánom, hogy a sok-sok munkája mellett azért a vadászatra is jusson ideje, és hát Karszakra tudom, hogy nagyon sokszor jön. Reméljük, hogy itt is sikerül valami nevezetes vadat elejtenie. Köszönöm szépen ezt a jó kívánságot, és üdvözlöm a karcagiakat, és gratulálok a vadásztársaság eredményeihez, mert tényleg reprezentatívak és nagyon-nagyon dicsértesek. Egy dolgot hagyj említsek meg, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei vadászati almanakban, amit az elnök úr, Hubay elnök úr is említett, ez egy egyedülálló kultúrtörténeti érték, hiszen 1874-es dátummal lévő vadászigazolványt magam is láttam, ez egy szenzációs valami. Gratulálok hozzá! Köszönjük az ő nevükben is! Gyurica Csabával beszélgetek a vadászbálon, és itt poénból elmondtuk az előbb, hogy mindig nekem jut az a megtiszteltetés, hogy az új pozíciójában bemutassam, ismét új pozícióban van, mi is ez pontosan. Fazekas Sándor miniszter úr néhány héttel ezelőtt, illetve hát az új év első munkanapján mondhatom azt, fölkért arra, hogy a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatói feladatait vállaljam el, ami egy nagy megtiszteltetés, hiszen gyakorlatilag összefogja a teljes magyar agrárkutatást, ami a kormányzati agrárpolitikai munkát tudja segíteni. A növénytermesztést, az állattenyésztésig, a gyümölcstermesztéstől, az élelmiszerfeldolgozásig, erdészetig, tehát gyakorlatilag a teljes ágazatot, illetve vertikumot. Egy nagyon komoly feladat, mint egy 1000 főt magába foglaló agrárkutató hálózattal, és ez az a feladat, amit elvállaltam, és nagy örömmel végzek, hiszen végső soron az életem nagy része azért ehhez a munkához kapcsolódik, hiszen egyetemi tanár vagyok, az agrárkutatás területén dolgoztam. Az előző néhány év, amit szintén Fazekas miniszter úr jóvoltából végeztem a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal élén, az ilyen szempontból egy ilyen
kirándulásnak tekinthető volt, hiszen az államigazgatás az szorosan nem kapcsolódott a területemhez, bár a szakmához kötődik, de sokkal inkább visszatérés az eredeti szakmámhoz, illetve eddigi munkásságomhoz. Akkor megint nagy teher van az ön vállán. Beszéljünk egy picit akkor a vadakhoz fűződő viszonyával. Vadászik-e már, vagy vadászott-e? Viszonylag új vadász vagyok, tehát... És így emlékeztem, hogy legutóbb még nem volt. De 2 éve már azért vadászom, de ez viszonylag azt jelenti, hogy új vadász vagyok. Nagyon megszerettem. Én korábban kifejezetten idegenkedtem a vadászattól, és a vadászatot is nem azt mondom, hogy elítéltem, de úgy lesajnálva néztem, és nem igazán érdekelt a dolog. Aztán valahogy belecsöppentem ebbe a világba, és nagyon megszerettem, és egy fantasztikus sportnak tartom, és magam is mívelem, és Karcak környékén is barátaimnak köszönhetően igen gyakran megfordulok. Néhány héttel ezelőtt is voltam apró vadvadászaton, de őszbakot, életem első őszbakját itt lőttem egyébként a Karcag Gibadásztársaság területén, tehát ez is ide tartozik, és rögtön egy bronzérmes őszbakot tavaly áprilisban, úgyhogy ez is egy életem része lett, és a vadászbálon pedig már 4. alkalommal vagyok az elmúlt években, tehát rendszeresen mondhatom azt, most már visszajárok, úgyhogy mindig jól érzem magam, és nagy örömmel jövök erre a rendezvényre. Akkor így hallgatom önt, azt tudom mondani itt a végén, hogy akkor újabb egy kapocsal kötődik Karcaghoz, hiszen ez az őszbak trófea akkor mindig ide fogja kötni. Igen, ez a, miután az első őszbak trófea, ez a főhelyen van a házunkban is, annyi kulisszatitkot is elárulhatok, és ez mindig arra emlékeztet, hogy itt Karcagon lőttem ezt az őszbakot tavaly áprilisban. Hát akkor kívánom, hogy még sok hasonló élmény legyen Karcagon, és hát az új munkájához pedig kitartást, és jó egészséget kívánunk. Köszönöm szépen, jó kívánságokat! Sági Ágnessel beszélgetek, akit gyerekkoromban láttam utoljára, és utána 2-3 évvel ezelőtt összefutottunk egy vadászbálon, és úgy egymásra találtunk Koppány Marika néni, meg Pántér Rikoréni segítségével. Azt gondolom, hogy mindig örömmel jön Karcagra. Nagyon szeretek visszajönni a gyerekkoromnak a színpadára, vagy a színhelyére, hiszen a Kávin 2-ben jártam általános iskolába, Pánti Ildi néni volt a magyar-orosz tanárom, és nagyon sok gyerekkori barátom és pajtásom van még itt, úgyhogy én hazajövök ide, mindig nagy szeretettel. És mindig megcsodáljuk a kollekciókat is, hiszen legutóbb egy márai kollekcióban volt, most épp kérdeztem, hogy kiéven, és akkor ez volt az, hogy a sajátomban. Hát ez egy olasz ruha, egy olasz divattervező cégnek a ruhája, de nagyon szépen köszönöm, ez tényleg, ezek jó ruhák. Egyébként a vadászat az mit jelent az ön számára? Tehát hogy szereti nézni, vagy a vadból készült ételeket is kedveli? Nagyon sok gyerekkori barátom tagja ennek a vadásztársaságnak, egyrészt ezért vagyok itt, másrészt hát a vadételeket pedig nagyon szeretem, úgyhogy ez a másik ok. És jó a társaság, és nagyon jó a zene, és nagyon szeretünk táncolni. És igen, és tényleg, ahogy megérkezett, egy csomó karcagi ismerős rögtön odament, és rögtön elkezdték ott folytatni, ahol mondjuk tavaly abba hagyták. Ezért nagyon jók ezek a rendezvények, mert a gyerekkori barátainkkal, iskolatársainkkal itt találkozhatunk, és tényleg ott folytatjuk, ahol ki sem mondom be, 35-40 éve abba hagytuk. Hát ez még nem volt ennyi, tehát nem mondunk ennyit, sokkal kevesebb volt, de én azt kívánom, hogy még sok alkalommal találkozzunk, és érezze jól magát Karcagon. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök, hogy itt lehetek újra, és üdvözlöm a karcagiakat. Karcagi Nagy Zoltán képviselőúrral beszélgettünk a vadász élményeiről. Vannak-e saját élmények, vagy inkább csak a barátok, ismerősök általi? Vadász élményeim itt a vadászbálon szoktak bekövetkezni. Itt egy rendkívül elegáns társaság jön össze, rendkívül adakozó kedvű elegáns társaság, akik a Kunkarcagi Vadász Társaságnak a vadgazdálkodási hozzájárulásához jelentős mértékben járulnak hozzá, tehát összegekkel. És ami biztató az egész társaságnak a továbbélése szempontjából, ami dr. Fazekas Sándor miniszter úr elmondott, hogy közel, illetve pontosan 20 évre a vadászati jog ismét biztosítva van, elnyerték ezt a jogot, tehát van jövője ennek a társaságnak. Hát akkor ezek szerint a következő 20 évben is csak másoktól kapott élmények lesznek az ön számára a vadászatról, de hát így is szép ez, és azt gondolom, hogy fontos, hogy ha nem is vadászik, de akkor is támogassa a társaságot, hiszen azért a bizottsági szinten önhöz tartozik ez a terület is. Igen, nagyon fontosnak tartom a vadásztársaságnak a támogatását, és örülök, hogy meghívást kapok ezekre a vadászbálokra rendszeresen, és igazság az, hogy a vadászok
nagyon-nagyon odafigyelnek, és itt nagyon komoly gazdálkodás folyik ebben a társaságban és ezen az ország részen. Én akkor azt kívánom, hogy sok-sok vadászáron legyen még jelen, és akkor sok élménnyel menjen így haza a barátok és ismerősök által. Köszönöm, örömmel jövünk, hiszen ez a Fúvós Kvártetnek a műsora, a vadász himnusz is hallhattuk tőlük, illetve különböző effektusoknak a hangzását, a zenei hangzását meghallgathattuk tőlük, és a menüre is szeretnék rátérni, igazi, finom vadász ételek, amit már most vacsora előtt vagyunk, de már alig várom, hogy megkóstoljuk. Azt gondolom, hogy zenészként nem lenne gond visszaidézni mondjuk az őszpörköltre hívó dallamokat, de ezt most azért nem kérem öntől. Azt kívánom, hogy érezze jól magát. Köszönöm szépen, mivel több szólamban hangzott, de egyedül nehéz is lenne, de nagyon szépen köszönöm, és önöknek is jó szórakozást, és minden jót kívánok. A vadászdal egyik főszervezőjével, Zsendel Józseffel beszélgettünk arról, hogy mennyire nehéz támogatókat találni egy ilyen jótékonysági bárhoz, hiszen azt gondolom, hogy vadászok számára ez természetes, hogy segítsenek, de kívülállókat mennyire nehéz vagy könnyű ilyenkor megtalálni. Számunkra is meglepetés volt az, hogy mennyire könnyű támogatókat találni, hiszen egy-két jellemzőt hagyd mondjak a mai vadászbálunkról, ami már ugye hagyományos, és úgy gondolom, hogy mi rendezők, szervezők egy kicsit könnyebbséggel készülünk, bár nagy izgalommal ennek a vadászbálnak a megszervezésére, hiszen már van azért tapasztalatunk, az elmúlt 2 év során nyert tapasztalatokat hasznosítjuk, és meglepő volt számomra, hogy például 6 órára volt meghirdetve a vadászbálnak a kezdése, és 5:30-6 környékén már gyülekeztek a résztvevők, a báli közönség, mindenki izgatott volt, mindenki szinte türelmetlen volt, és igenis nagyon nagy számban szeretnének részt venni ezen a vadászbálon, évről évre nagyobb létszámban. Az idén, amennyire jól tudom, és jól számoltuk, 177-en vagyunk, ami természetesen okozott némi nehézséget a szervezésben, de megoldottuk a problémát természetesen. Ami pedig a támogatást illeti, tényleg azt mondom, hogy a karcagi közönség, mind a vadászok, mind a laikusok, mármint vadászati szempontból laikusok, nem vadászok részéről hatalmas a támogatottság. Csak azt hagyd mondjam el példaként, hogy 1200 tombola szelvényt vásároltunk, gyakorlatilag percek alatt elfogytak, már a ruhatári jegyeket is tombola szelvényként árusítottuk, és szerencsére volt az az ötlet, hogy van, aki tud szerezni még tombola szelvényt, és fogjuk pótolni, mert hatalmas a kereslet rá, és igen, támogatni akarják a vadásztársaságot, támogatni akarják azt a célt, amelyet ugye kitűztünk magunk elé, hogy ebben a tényleg manapság azt mondhatom, hogy szélsőségesen kemény téli időjárás közepette is tudjuk etetni a vadállományt, úgyhogy ilyen szempontból nincsen nehézségünk. Igen, mi is láttuk, hogy a kezdés előtt mondhatnám azt, hogy senki nem érkezett üres kézzel, hiszen volt, aki alkoholt hozott, volt, aki ajándékos alatt, volt, aki vadászos bögré, tehát tényleg sokrétű volt a felajánlás is. Rengeteg a tombolatárgy, ez majd nekem fog egy kicsit nehézséget okozni, aki levezetem a tombola sorsolást, de természetesen ez egy kellemes nehézséget okoz csak. Vannak nagyon értékes nyeremények is, ha csak arra gondolok, hogy őszbak kilövési lehetőség, dámbika kilövési lehetőséget ajánlott fel például a Nefag, illetve tényleg igen-igen értékes tombola nyeremények. Én úgy gondolom, hogy méltó és ez a vadászbálhoz, és aki megnyeri, az pedig legyen vele szerencséje. Így legyen, és akkor találkozunk jövőre is egy következő vadászbálon. Én úgy gondolom, hogy ez a hagyomány már olyan erős, hogy nem tudjuk elkerülni sem, hogy ne legyen jövőre vadászbál. Nagyon nagy az érdeklődés, és természetesen nagyon szívesen látjuk mind a vadász, mind a nem vadász vendégeinket jövőre is. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Kovácsné Szendrei Borbála, nyugalmazott iskolaigazgató, akivel arról beszélgetünk, hogy a Magyar Kultúra Napján egy rangos kitüntetést vehetett át.
Vendégünk Kovácsné Szendrei Borbála, aki a Magyar Kultúra Napján az emberi erőforrás miniszter dicsérő oklevelét, szolgálati emlékérmet vehetett át itt Karcagon a Magyar Kultúra Napján. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket, és szintén örülök, hogy itt lehetek. Először is szívből gratulálunk ehhez a rangos kitüntetéshez. Meséljen nekünk arról, hogy mikor szerzett tudomást arról, hogy egy ilyen kitüntetésben fog részesülni, hogyan működött ennek a felterjesztése, hogyan szerzett róla tudomást? Hát már korábban megtudtam, annak idején néhány hónappal ezelőtt, amikor a felterjesztés megtörtént, akkor nekem is nyilatkoznom kellett, hogy nincs hasonló kitüntetésem, illetve elfogadom a kitüntetést. Akkor már ért egy nagy meglepetés, hiszen megtiszteltetésnek éreztem, hogy erre a kitüntetésre terjesztenek, illetve most volt a másik nagy meglepetés, amikor valóban megkaptam ezt a kitüntetést. Kik terjesztették föl erre az elismerésre? A korábbi tankerületi igazgatónő, Kisnyissós Ágnes, illetve a helyettesem a karcagi Arany János általános iskolában, Szentesiné Nánási Tünde, ők voltak az előterjesztők, és hát mindenképpen tudtam erről, mert a protokoll ezt kívánta, hogy tudjak én is a felterjesztésről. Nagyon köszönöm a felterjesztőimnek. Úgy gondolom, hogy gyönyörű befejezése, nagyon megtisztelő az, gyönyörű befejezése a 40 éves munkásságomnak. Nagyon megtisztelő számomra, hogy ezt a kitüntetést kaphattam. Mesélj nekünk a díjátorról, erről a rendezvényről. Hogyan zajlott, kitől vett át ezt a kitüntetést, milyen szavakkal illették önt, és mit érzett akkor? Hát eleve az, hogy a Magyar Kultúra Napján kaptam meg, úgy gondolom ez nagyon ünnepélyes keretet biztosított a díjátadásnak. Nagyon szép volt maga az ünnepség, tehát ünnepélyes keretek között vehettem át. Ugyanis hasonló kitüntetéseket eddig általában tanévzáró ünnepségen, iskolai rendezvényeken adtak át. Én úgy gondolom, hogy ez a város részéről egy nagyon jó kezdeményezés, hogy a kultúrához, az oktatáshoz kapcsolódó díjakat a városi rendezvényen, kimondottan a kultúra napján adják át. A kitüntetést a tankerület igazgatója adta át, illetve a szolgálati emlékérmet a polgármester úr. Ugye azt mondta, hogy egy 40 éves pályafutás méltó és nagyon szép lezárása volt ez az elismerés. Akkor kezdjük onnan, hogy hogyan is indult a pályafutása, a pályája. Talán kezdjük azzal, hogy hol végezte a tanulmányait. Egy picit így az életútját mutassuk be a nézőknek, mit lehet tudnunk önről. Húha, nagyon-nagyon régen volt. 40 évvel ezelőtt a karcagi Gábor Áron gimnáziumban érettségiztem, és mert elég szegény körülmények között élt a családom, úgy gondoltam, hogy kötelességem nekem is egy kicsit besegíteni az otthoni nehéz anyagi helyzetbe. Jó képességű voltam, szerettem volna tovább tanulni, de fontos volt számomra az is, hogy elkezdjek dolgozni és pénzt keresek. Ezért döntöttem úgy annak idején, hogy képesítés nélkül kihasználom a lehetőséget, és elmegyek a karcagi Arany János úti általános iskolába tanítónéninek, és rögtön abban az évben el tudtam kezdeni munka mellett a Jászberényi tanítóképzőben a főiskolát. Úgyhogy pályafutásom így kezdődött, hogy munka, tanítás együtt, de bírtam, nem volt semmi probléma, és a 40 év is így telt el, hogy sok-sok tanulás, továbbképzés, hogy a képességeimet minél magasabb szintre
emeljem a tanulás során. Tehát ott kezdtem, és ott végeztem. Pontosan erre akartam rátérni, hogy ott kezdte ugye a munkásságát az aranyban, mert ugye mi úgy hívtuk. Én is oda jártam, és gyakorlatilag akkor azt lehet mondani, hogy 40 évet ott töltött el egy intézményben. Ez így van. Ez ritkaság manapság. Hát szerintem ritkaság. Természetesen nagyon kevés az az ember, aki egy intézményben éli le a munkás éveit. Soha nem gondolkodott azon, hogy máshova elmenjen tanítani? Hát előfordult, volt megkeresés és volt egy kis csábítás, de én egy olyan tantestületben voltam, akik úgymond példamutatóak voltak, akikkel nagyon szerettem együtt dolgozni. Az iskola gyermekei, akik végül is a munkámat adták annak idején elsősorban, ők is annyira ragaszkodóak, annyira szeretetreméltóak, hogy én szerettem ezt az iskolát. Nem akartam elmenni máshova, jól éreztem magam, szerettem a munkámat. Milyen volt a pályafutása az intézményen belül? Ugye azt tudjuk, hogy nyugdíjazásakor az intézmény vezetője volt, igazgatója. Hogyan kezdte, hol kezdte az iskolában, a ranglétrán hogyan jutott följebb? Hát nagyon sok mindent csináltam, tanítónéniként kezdtem több éven keresztül. Aztán a rendszerváltás környékén az 1990-es évek elején a nyelvtanulásban is változások történtek, akkor hirtelen angol szakos pedagógusra volt szükség, akkor váltottam és elkezdtem az angol nyelvet tanítani, elsősorban 5.-6. évfolyamon, azóta is a tanítás területén, tehát végig az angol nyelvoktatás volt a feladatom. És hát emellett rengeteg megbízatásom volt. Voltam a közalkalmazotti tanácselnöke, voltam munkaközösségvezető, rengeteg pályázatba vettem részt, voltam, vagy a gyerekekkel kapcsolatosan tehetséggondozás, felzárkóztató foglalkozás, táboroztatás, de hát sorolhatnám, azt gondolom, nagyon sokáig. Tehát ez volt a munkásságom első szakasza. A második szakasz az a vezetői munka volt, ugyanis 2001-ben igazgatóhelyettesnek kértek föl, amit örömmel elvállaltam. 9 éven keresztül voltam az intézmény igazgatóhelyettese, majd 6 évig nyugdíjazásra, amit még intézményvezetőként dolgoztam. Most itt rögtön két kérdés fogalmazódott meg bennem, úgyhogy kezdjük akkor talán azzal, hogy ugye tanítónéniként kezdte, utána angol nyelv oktatásra váltott felső tagozatban. Melyiket szerette jobban? Kikkel volt esetleg könnyebb bánni, alsós gyerekekkel, felsős gyerekekkel? Mennyiben volt más a két korosztály, ha lehet így fogalmazni? A felső tagozat első két év folyamán tanítottam, ők azért még annyira nem nagyok, még ők egy kicsit jobban közelítenek az alsó tagozathoz, de a szívemhez mindig a kicsik álltak közelebb. Én nagyon szerettem tanítónéni lenni, lehet, hogy a természetemből is adódik, hogy szerettem a gyerekek kis életét irányítgatni. A nagyobb gyerekek már annyira nem kívánják ezt, ők már inkább önállóak szeretnek lenni. De természetesen mind a kettő másfajta feladat. A változatosság meg kell az ember életébe. Ha már az ember egy munkahelyen tölt le annyi időt, akkor fontos az, hogy legalább azon az egy munkahelyen azért nem mindig ugyanazt a feladatot, hanem változatos tevékenységet végezzen. Ugye utána azt mondta, hogy 2001-ben igazgatóhelyettesnek kérték föl. Gyakorlatilag úgy lett vezető, hogy
az iskola minden zegét, zugát, mechanizmusát ismerte, mennyiben volt más ez a feladat, mint tanítani? Tanított-e még akkor is, vagy már csak a vezetői feladatokat látta el? Hogyan kell ezt elképzelnünk? Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a gyerek létszámtól függően a vezetőknek is vannak kötelező tanítási órái. Nekem úgy adódott, hogy amíg helyettes voltam, addig 8 órában, vezetőként pedig csak 4 órában kellett már dolgoznom. És mennyiben volt más, hiányzott a tanítás. Azért én úgy gondolom, hogy a legtöbb pedagógus, aki ezt a hivatást választja, azért megy oda, mert szereti a tanítást. Nekem hiányoztak a tanítási órák, de megkövetelte a vezetői feladat, hogy ott legyek több órában. Hát néha megvallom őszintén, hogy egy kicsit rovására ment a tanításnak a vezetői feladat, nem volt annyi ereje, ideje az embernek, hogy egy-egy órára felkészüljön vezetőként. Azon gondolkoztam, hogy megszoktam kérdezni riportalanyoktól, hogy miért azt a pályát választ. Vagy választja, amelyre lépett. Az ön esetében volt esetleg, aki úgymond példaképe volt, vagy terelgette erre az útra, vagy ez teljesen önálló gondolat volt, hogy a tanítói vagy a tanári hivatást választja? Hát én úgy gondolom, hogy legtöbb ember életében egy pedagógus, valamelyik pedagógus így helyesebb, meghatározó lehet az életében. Az én életemben is volt ilyen pedagógus, alsó tagozatban volt egy tanítónéném, akit nagyon-nagyon szerettem. Példamutató volt az, amit csinált, és bennem akkor fogalmazódott meg, hogy én is szeretnék tanítónéni lenni. Meg mindig is szerettem kisebb gyerekek között lenni, egy kicsit tanítósdit játszani velük, és szép hivatásnak tartottam. Mi a pálya szépsége? Szerintem, tehát számomra az a kapocs, ami egy pedagógus és a gyerek szülő között kialakul. Én egy olyan iskolában dolgoztam, ahol sok hátrányos helyzetű gyerek volt, és van, és nagyon jó érzés volt az, amikor a kisgyerekek bizalommal fordultak hozzám, tanácsot kértek. Egyáltalán fontos voltam számukra. Van-e árnyoldala egyébként ennek a hivatásnak? Vagy mi az, amivel úgy kérdezem inkább, hogy mi az, amivel úgy meg kellett küzdeni a mindennapokban? Hát számomra, nem tudom melyik korszakomra kíváncsi. Számomra voltak nehézségek, de így egy idő után az is megszépül végül, és nem mondhatom azt, hogy rossz volt az időszak, de kellett küzdeni. Sok esetben a törvények úgy változnak, ami nem szimpatikus, vagy soká szokja meg a tantestület, az oktatás. Például a közelmúltban volt olyan törvény, ami számomra nagyon, meg az iskola számára kedvezőtlen volt, ugyanis a pedagógiai munkát segítő álláshelyeket megszüntették. Egy ilyen iskolában pedig, mint az Arany is, ahol sok a hátrányos helyzetű, kell ifjúságvédelmi felelős, kell pedagógiai asszisztens, ifjúságvédelmi felelős. Ez nagyon szokon esett nekünk.
Ugye de azt mondta, hogy például ebben az iskolában nagyon sok hátrányos helyzetű gyerek van. Az előbb, amikor föltettem ezt a kérdést, akkor olyanra is gondoltam, hogy ugye elmondta, hogy fordultak a gyerekek problémával esetleg, vagy tanácsot kértek, hogy azt hogy lehetett mondjuk lelkileg elviselni, hogy mondjuk nem tudnak úgy segíteni egy gyereken, ahogy kellene, vagy tudtak mindenkinek segíteni, vagy mennyire lehet beleszólni egy család életébe. Ilyenekre gondoltam az előbb a kérdésem tekintetében. Hát voltak nehéz helyzetek, és hogy lelkileg hogy viseltem, vagy viseltük el, nehezen. Igen, voltak olyan családok ifjúságvédelmi szempontból, akit jeleztünk mindenféle társszervezet felé, de annyira lassan haladtak a folyamatok, hogy változás sajnos nagyon-nagyon soká történt, amikor már komoly veszélybe került a gyermek. Nehéz ezeket, talán nem is lehet soha, hiszen mindig itt marad az ember fejébe, hogy elrontottuk-e egyáltalán, mit kellett volna csinálni, hogy megmentsünk egy-egy kis gyereket, aki olyan helyzetbe kerül. De hát sajnos ez, tehát vannak helyzetek, ami nem tőlünk függ. Mi igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy minél gyorsabban rendeződjön a helyzete, de sajnos volt olyan, hogy nem sikerült. Gondolkodott-e azon, hogyha nem ezt a pályát választja, vagy nem veszik esetleg föl a tanítóképző főiskolára, hogy akkor mivel foglalkozott volna még szívesen? Tehát volt-e vacillálás két pálya között, vagy tudatosan ebbe az irányba indult el? Hát most, ahogy visszagondolok, nem volt. Nem, én nem is tudom, most se tudom, hogy mit választanék, hogyha esetleg más pályát kellene választanom. Mindig is tanítónéni szerettem volna lenni. Ugye nyugdíjazták, mikor ment el egészen pontosan nyugdíjba? 2016. augusztus 1-e óta vagyok nyugdíjas. Tehát gyakorlatilag egy jó fél éve, azt Igen. lehet mondani, hogyan érintette gyakorlatilag az első úgymond szabad napnak a szele, a fuvallata, mivel tölti azóta az idejét, hogyan telnek a napjai? Hát az első időszakban olyan volt, mintha szabadságomat töltöttem volna, hiszen éppen ugye gyár volt, pedagógusok egyébként is szabadságukat töltötték. Akkor még nem éreztem azt, hogy nekem hirtelen megszakadt az a mindennapi tennivalóm, amit eddig 40 éven keresztül csináltam. De én az a fajta ember vagyok, aki nem tud egy percig se unatkozni, mindig találok feladatot. Rám szakadt úgymond a nagy időgazdagság, mert időben tényleg meggazdagodtam. Nagyon sok időt tudok a családommal, a kicsit elhanyagolt munkáimmal tölteni. Most még úgy érzem, hogy ez kielégíti azt, amit szeretek csinálni. És hogy mit is csinálok? Nagyon sokat vagyok az unokáimmal, van két gyönyörű kicsi unokám, és úgy gondolom, hogy minden percét ki kell használni annak, hogy együtt lehessünk, mert az idő rettenetesen gyorsan telik, és lehet, hogy pár év múlva már nem kell annyi a nagymamából. Most még örülök, hogy szeretnek hozzám jönni, szeretünk együtt lenni, tehát most mindenképpen ez fő célom, hogy minél többet együtt velük. Meg hát, ami ilyenkor ugye lenni szokott, hogy az elhanyagolt kedvelt tevékenységek, amit szerettem csinálni, de idő nem jutott rá, azokra is azért most egy picit több időm jut. Iskolába visszajár-e még? Igen, az a megtiszteltetésért, hogy felkértek, hogy óraadóként menjek vissza. Elvállaltam 6 órát hetente, ez nem sok, de ahhoz meg nagyon jó, hogy ne hirtelen szakadjak le a munkavilágából, az iskolából, úgyhogy
hetente kétszer visszajárok az iskolába, két délelőttöt ott töltök, így a tanítás is, a kollégákkal a kapcsolat is megmaradt, és ez egy kicsit megkönnyíti azért a végső nyugdíjazásomat. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és további sikeres éveket, így óraadóként is az Arany János Általános Iskolában, és boldog nyugdíjas éveket kívánunk. Köszönöm, hogy itt volt, és még egyszer gratulálunk az elismeréshez. Köszönöm szépen. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, már megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.